Itt Bonyhádon árulta a drogot a 26 éves helyi férfi. Nem most először fogták el, 2017 óta többször is a rendőrség látókörébe került. Volt, hogy fogyasztásért, máskor terjesztésért kellett felelnie. Saját bevallása szerint 13 éves kora óta drogozott. Utoljára tavaly tartottak nála házkutatást, miután megállították a kocsiját. Akkor növényi származékot, fehérport és tablettákat is lefoglaltak tőle. A drogok mellett a férfinál még illegális vágyfokozót is találtak a rendőrök. A férfi az elfogása, vagyis tavaly óta börtönben várja az ítéletét. Akár 23 év börtönt is kaphatna, ám az ügyész ennél jóval enyhébb ítélettel is elégedett lett volna az ügy előkészítő ülésén. 6,5 év börtönt ajánlott neki. A férfi viszont nem ismerte el a kereskedést. A vádlott nem tett vallomást, kizárólag annyit nyilatkozott, hogy a bűncselekmény elkövetését a váddal egyezően nem ismeri be, így a bíróság az ügyet az előkészítő ülésen befejezni nem tudta. A férfi valószínűleg az ítélet hirdetésig börtönben marad, mert a bíró szerint szabadlábon fennállna a veszély annak, hogy megszökik az országból. A következő tárgyalásra szeptemberben kerül sor.